Az olimpiai ezüstérmes birkózó Bárdosi Sanyi 6200 kilométert utazott ahhoz, hogy álmai országát megtalálja, de hogy pontosan melyik is ez, az a Drive magazin videójából most kiderül. Alapvetően én Ázsiát nagyon szeretem, és az ázsiai kultúra, a konyha, az egész életvitelem nagyon közel áll hozzám, nagyon szeretek Ázsiába menni, és Mongólia nekem olyan volt egy picit, mint hogyha hazamentem volna. Hát a mongol barátaim, azok azt mondták odakint, hogy mi vagyunk a fehér hunok, ők pedig a fekete hunok, és hogy mi eljöttünk, és de ettől mi még tesók vagyunk, mert minden. És ezt én abszolút éreztem, amikor ott voltam. Elvittek barátokhoz, ettünk, nem aludtunk, de ettünk jurtában, olyanoknál, akik ott laknak, ott éltek a város mellett. Gyakorlatilag tehát a Mongólia az nem egy olyan hely, ahol múzeumokat látogatsz, meg ilyesmi. Egyszerűen csak az a légkör, meg az a lélek, ami ott van. Én valahogy már, amikor a repülőből kiszálltunk és így körbenézem, akkor úgy éreztem, hogy otthon vagyok. Pedig tényleg bejártam a világot, de hát nézd rám, hát milyenek voltak az ősmagyarok, ilyenek voltak, mint én. Tehát, és azt gondolom, hogy ezért éreztem én ezt. Rögtön kínáltak lóhússal, nem tudom én, mindenféle, gyere, egyed ezt, egyed azt, csináljuk ezt. Valahogy nekem ez nagyon, nagyon beakadt, és oda még biztos, hogy vissza fogok még menni, úgyhogy megmutatom a feleségemnek is. Hogyha visszaemlékszel még rá, ez pénzügyileg egyébként milyen volt, mennyire volt időutazás? Én egyébként Kirgizisztánban éreztem azt, de ott filérek volt ugye minden, hiszen visszamentünk egy kicsit az időbe, de Mongólia milyen ilyen szempontból? A Mongólia is hasonló egyébként, hogy nincs még ez a nyugati divatvilág, ami itt nálunk, és valójában egyébként szükségünk sincs rá. Nem ettől fogod jól érezni magad, hogy elmész a plázába és veszel egy csillogó, nem tudom mit. Tehát, hogy, de viszont az a kettősség nagyon tetszett, hogy mit tudom én, a havernak, a haverjánál a gyerekek kint birkóztak egy marha nagy kutyával a fűben a sátor előtt, és akkor kérdeztem, hogy mi van akkor, hogyha a gyerekek betegek, és akkor így nem értette a kérdést. És fordított a haver, és mondom, de kérdeznek, hogy mi van, tehát hova megynek, hát órákat mentünk kocsival, mire oda jutottunk, földúton, hogyha baj van, akkor hogy mész el innen, tehát hogy hív segítséget, és akkor nem értette a kérdést, és akkor utána a barátom mondta, hogy figyelj, Sanyi, nem fogja megérteni, amit kérdezünk tőle, mert nem betegek. Tehát, hogy ez nem történik meg. Egyébként meg menj be a jurta mögé, és akkor majd nézed, hogy bementem, és akkor hát azért ott állt a legújabb Lexi, tehát, hogy volt nekik azért, ha arról van szó, de nem ez volt a cél. Tehát, hogy náluk nem az, hogy most mit mutatok, vagy mit nem mutatok, hanem hogy jól érezzék magukat, és ezt nekem ez nagyon tetszett odakint. Azt árul, de turistaként ajánlod nekünk, érdemes oda menni, van mit csinálni, vagy azért neked így sportolóként teljesen más volt? De sportolóként voltam ott, de egyébként turistaként fogok visszamenni. Nem tudom, hogy mikor, de biztos, hogy fogok menni. És én ajánlom, igen, nézzétek meg. Nem csak attól jó egy hely, hogy tengerpart van, mert valahogy még nekünk így itthon ez van bekattanva, hogy mi akkor érezzük jól magunkat, a homokos a tengerpart. Nem feltétlenül akkor fogod jól érezni magad. Annyival másabb kultúra, a mi elnyugatlásodott kultúránkhoz képest, az ottani, de nem idegen, mert mi ők vagyunk. Tehát, hogy és ha elmész, akkor ezt fogod érezni. Eleve megkóstolod a vizet, megkóstolod az ételeket, az emberekkel beszélgetsz, és fogod érezni, hogy ez tényleg, ez nem idegen, ez nekünk, ez mi vagyunk, és ez jó.